Csövek, markológépek, földkupacok jelzik, hogy a bátaszéki szennyvíztelepen javában zajlik a felújítás. A rekonstrukció egy közel 1 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg. Két forrásból sikerült magának a projektnek a megvalósításához fedezetet szereznie a két önkormányzatnak. Egyrészt úgynevezett környezetvédelmi operatív programból sikerült közel 800 millió forintot, 780 millió forint körül összegről beszélünk, és ez egy a magának a bekerülési költségnek durván a 91%-a, és mintegy 9%-nyi összeget a belügyminisztérium önerő alapjából sikerült a két településnek pályázati úton megszerezni, így gyakorlatilag maga a projekt 100%-ban lefinanszírozott, ami azt jelenti, hogy hála jó Istennek a lakosságnak nem kellett önerőt, lakosságnak vagy az önkormányzatnak nem kellett önerőt biztosítani a projektnek a megvalósításához, tehát teljes egészében alapi támogatásokkal tudott megvalósulni. Ugye ez a projekt két településen zajlik, hiszen a két település 2010-ben kezdte meg az előkészítő munkát, közösen pályáztunk a tervek előkészítési költségeihez. Bátán ugye alapvetően csak szennyvízhálózatépítés történik meg a település több pontján. Bátaszéken kettős műszaki tartalommal valósul meg. Egyrészt maga a szennyvíztelep rekonstrukciója zajlik jelen pillanatban. Ez egy új medenceépítését és új technológiai elemeknek az elhelyezését jelenti. Ez erre azért volt szükség, hogy egyrészt megnövekszik majd a befogadott szennyvíznek a mennyisége, másrészt a tisztítási paraméterek már megváltoztak, tehát magasabb határértéket kellett a telepnek biztosítani ahhoz, hogy környezetvédelmi szempontból minél tisztítottabb szennyvizet lehessen kibocsátani. Ez fog lezajlani a beruházás keretében, illetve hát több település részünk is, ahol korábban nem sikerült a szennyvízvezetéket kiépíteni, most hálózattal kerül ellátásra. A beruházás befejeztével Bátaszék egész területét lefedi majd szennyvízhálózat, és megoldódik a szennyvíz elvezetés Lajvéron és Kövesden is, amit a helyiek régóta vártak már. Bátán pedig több ponton szennyvízhálózatot építenek ki. A polgármester szerint ezzel és egy korábbi ivóvízjavító projekttel együtt környezetvédelmi szempontból nagyot lép előre a település. Városra ugyanis csak olyan település válhat, ahol a közművek rendben vannak. A jelentősége nagyon nagy, hiszen pont az a falu rész nem volt ellátva szennyvíz elvezetéssel, ami védett terület, ami környezetvédelmileg nagyon fontos lett volna, és éveken keresztül dolgoztunk a képviselőtestülettel ezért, hogy végre egyszer megépüljön ez a projekt. A Gemenci Erdészeti Vendégház melletti épület, és a Dunaparttól körülbelül 40 méterre, és ennek a háznak a megvásárlására, vagyis teleknek a megvásárlására van szükség, mert a terepadottságok miatt műszakilag nem lehetett biztosítani ezeknek az alsóházaknak a gravitációs szennyvízelvezetését, ezért kell építeni egy központi átemelő részt, és ami lényeg, hogy megvannak a paraméterek határozva, hogy melyik telekhatártól vagy épületfaltól hány méterre kell lenni a vezetéknek. Ezt ezen a részen nem lehetett biztosítani, így ezért kell, hogy egy ugyan nem lakott ház, mert nem lakott ház, tehát megvásárlásra kerüljön. A közel 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg várhatóan 2020-ra. Én azt gondolom, hogy jövő tavaszra össze fog tudni ez állni.